Egyelő terjesztés szerint a kormányzati ellenőrzési hivatal a jövőben minden olyan vállalat gazdálkodását ellenőrizhetné, amiben a kormányzat valamilyen részesedéssel bír. A KEHI így hozzáférhet az üzleti titkokhoz is. A hivatalos indoklás szerint a cél a közpénzekkel való gazdálkodás fegyelmének megszilárdítása. Jelenleg a stratégiailag kiemelt többségi állami tulajdonban lévő társaságoknál vizsgálódhatnak a KEHI munkatársai, a módosítás után akár a Richter, a MOL vagy a Magyar Telekom adataiba is belenézhetnek. Bauer Tamás a vendégünk, a Demokratikus Koalíció elnöke. Jó estét kívánok! Még mielőtt belemegyünk a KEHI témájába, hadd kérdezzem meg, hogy miért nem csatlakoznak a romákhoz, vagy a romák miért nem csatlakoznak a Demokratikus Koalícióhoz? Miért kell két tulajdonképpen hasonló elveket valló demonstrációnak, ha szabad ezzel a képzavarral élnem, külön-külön lezajlania, ahelyett, hogy egyesítenék az erőket a Jobbik ellen? Ezzel én a kérdéssel egyetértek, és nem tudom el választ. Azt tudom, hogy a miskolci és Miskolcra érkező demokraták tüntetése hetek óta szerveződik. Ugye volt már egy hasonló, nagyon nagy sikeres ellentüntetés a Veszprémben, amikor többször annyian léptek fel a Jobbikkal szemben, mint ahányan a jobbikosok voltak. Gondolom most is így lesz. Én is helyén valónak tartanám, hogyha együtt lenne. Talán majd a legközelebbi alkalommal együtt lesz. Akkor beszéljünk a KEHI-ről. Én a bevezetőben, a műsorban azt mondtam még, amikor a híradóban konferáltam föl ezt a témát, hogy ahogy azt mondják sokan, hogy ez az elképzelés, hogy a jövőben a kormányzati ellenőrzési hivatal minden olyan vállalat gazdálkodását ellenőrizhetni, amelyben az állam közvetlenül vagy közvetve részesedéssel bír, ez olyan, mintha az állam ökle lenne a KEHI, mint ahogy az AVH annak idején a párt ökle volt, mert hogy tulajdonképpen minden papírba, dokumentumba betekintetnek, és ha nem adják oda ezek a cégek a dokumentumokat, akkor az adószámukat megvonhatják, különböző szankciókat léphetetnek életbe. Miért van erre a fokozott ellenőrzésre egyébként szükség? Hát a törvényjavaslatnak az indoklása azt mondja, hogy mert. Tudnék, az indoklás úgy hangzik, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás fegyelmének megszilárdítása és az állam gazdasági érdekeinek érvényesítése kiemelt jelentőségű társadalmi érdek, jelen módosítása célok elérését segíti elő. Vagyis csak. Aha. Tehát pacemu patamu, ahogy az orosz tehát semmi, mondja. Tudnék, miért azért? Arról van szó, hogy egy olyan vállalat, mint az említett nagyvállalatok, ahol az államnak van részesedése, ezek magánvállalatok, amelyekben az államnak vannak részvényei, részben azért, mert a privatizáció során egy kisebbségi csomagot az állam megtartott, mint a Richter esetében, részben azért, mert azóta szerzett, mint a MOL esetében. Na most a KEHI egy olyan intézmény, amelynek az a feladata, hogy az állami, kormányzati intézmények gazdálkodását ellenőrizze. És nem feladata magánvállalkozások ellenőrzése. Na most maga az ötlet abszurd, de teljesen beleillik az Orbán kormánynak abba a vele született hajlamába, hogy az országban totálisan mindent az ellenőrzése alá vonjon. Ugye erről szólnak az államosítások, az egészségügytől az oktatásig, erről szólnak a járások, amelyek az önkormányzatok feladatait veszik át, és ez a törekvés a gazdaságban is érvényesül. Emlékezetes, hogy az elég szörnyű vörösiszap katasztrófa után a honvédelmi törvénybe illesztettek egy olyan rendelkezést, ami a kormánynak tulajdonképpen bármely magyar vállalat fölötti ellenőrzését, átvételét lehetővé teszi. Tehát van egy ilyen... De ha már ott benn volt a törvényben, akkor ez a törvénymódosás minek? Itt másról minek? Van szó, itt egy olyan vállalatok esetében, amelyeket nem ellenőri, nem vett még ellenőrzése alá, tehát hatalma alá a kormány, ott is lehetővé teszi, ha bármilyen kismértékű állami tőkerészesedés van, a bármikori ellenőrzést. Nem arról van szó,
hogy a kormány mostanában nagyon sok céggel, multinacionális céggel köt úgynevezett stratégiai megállapodásokat. És ezeknek a cégeknek juttat bizonyos pénzösszegeket, fejlesztésre, támogatásra, stb. Azt mondja, hát aki fizeti a táncot, az rendeli meg a zenész. Tehát, ha én adok a Coca-Colának, ez volt az első ilyen szerzés, valamilyen pénzt, akkor nyugodtan azt mondhatom, hogy kérem szépen, hogy beleszólást szeretnék, veszek 3 Coca-Cola részvényt, és akkor már mint részvényes beleszólhatok. Nem tudom, hogy azokban az esetekben mi a helyzet. Az, hogy pénzt adok, az nem feltétlenül tőkerészesedést jelent, de az biztos, hogy ez az intézkedés beleillik azokba a lépéseknek a sorába, amelyek, hát enyhén szóval elveszik a kedvét bárkinek attól, hogy ebbe az országba pénzt hozzon. Mert ha mondjuk valaki eddig a MOL-ba, mint magánvállalkozásban részvényt vett, és az abból indult ki, hogy ez akkor is egy magánvállalkozás, amelynek megvannak a maga jogosítványai, megvan a maga autonómiája, ahol a döntéseket nem a mindenkori magyar kormány politikai preferenciái határozzák meg. Tehát akkor ezek után 3-szor is meg fogja gondolni, hogy ebbe a vállalkozásba pénzt fektessen. Na most ez az egész 2,5 évről szól. És ezért rendkívül veszélyes, mert Magyarországon menekül a tőke, mellesleg menekül a munkaerő is, menekül a képzett munkaerő különösen. Na most ez újabb lépés arra, hogy a magyar államba, a magyarországi befektetési lehetőségbe betett bizalmat tovább rombolják. És ezért ez a lépés megint ártalmas, árt Magyarországnak, árt a magyar gazdaságnak, árt annak, hogy Magyarország gazdaságilag előbbre jusson. Ugye fölmerült itt egy olyan körülmény is, ezt a cikkek, amelyek erről szóltak, világosan taglalják, hogy például itt van a Magyar Telekom, amelyben van némi részesedése a magyar államnak, és akkor majd jön a KEHI, kér mindenféle dokumentumokat, miközben az állam egy negyedik mobil szolgáltatót szeretne a piacon elindítani, hát akkor megnézi, hogy hogy van ez a Telekomnál, nem kell törni a fejüket, nem kell kiadni pénzt semmire se. Elveszem, ami ott van, és ami már jól bevált, ahogy Rákosi mondta, azt át kell venni a nyugattól. Jó, igen. Számomra az egészből egy dolog következik. Ne legyen az államnak tőkerészesedése. Ne legyen. Az államnak nincs keresni valója az üzleti életben, nincs keresni valója a vállalkozási szektorban. Magyarországon az elmúlt 2,5 évben megint az a tendencia, hogy az állam minél több helyre tegye be a lábát. Ezzel vele jár a politikai preferenciák előtérbe kerülése, a gazdasági preferenciák, a gazdasági teljesítmények fölött. Az államnak szabályozni kell, az államnak törvényeket kell alkotni, az államnak megvannak a maga minisztériumai, megvan a maga gazdaságpolitikája. Hagyja békén a piacgazdaságot. Hagyja békén az üzleti életet, ne bemenjen, hanem jöjjön onnan ki. Ha körülnézzük Európába meg a fejlett világba, mindenütt ezt látjuk ma is. Elég volt abból, hogy az állam ráteszi a szőrös kezét oda, ahol nincs keresni valója. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.